Köszöntöm a kedves nézőket, a mai háttér témája a város kertészeti munkáinak összefoglalása lesz majd. Itt vagyunk május vége felé már, egy nagyon különleges évben vagyunk benne, és én azt hiszem, hogy városunk főkertészével, Pozsonyi Edinával is először majd az időjárásról fogunk beszélgetni. Nem azért, mintha nem lenne jobb témánk, de azt hiszem a kertészetet ez nagyon érinti. Szervusz Edina, köszöntelek. Szervusz, köszöntöm a tévénézőket. Hát azért egy nagyon érdekes évben vagyunk túl, egy rettentő hosszú esőmentes, csapadékmentes időszak után megjött a májusi eső, ami nem tudom mennyire ért aranyat a számotokra, és hát elég hűvös volt az egész május. Nem biztos, hogy az arany almanakba be fog kerülni 2019 nálatok, mint legszebb esztendő. Igen, elég szélsőséges ez az idei tavasz, ugye nehezen indult a csapadék. Aztán ugye most egy hónapja már bőven kapjuk, körülbelül szerintem olyan 100 mm-nél tarthatunk, meg emellett, ahogy említetted, valóban elég hideg is ez a tavasz. Sokszor igazából októberi idő volt szinte, igen. Igen, igen, ugye most voltak a fagyosztentek, igaz, még Orbán május 25-e még előttünk áll, de a három fagyosztent az igencsak igazolta magát a népi hagyományuk által. Fagyok nem voltak, de valóban elég hűvös volt az idő, éppen ezért is mindig fagyosztenteket követően kezdjük meg az egynyáriak kiültetését, pont azért, hogy elkerüljük esetleg a talajmenti fagyokat. Igen. Mennyire lehet egyébként erre adni, hiszen azért ugye a klíma egy picit fölborult az elmúlt évtizedekben, hát azért annyira régi népi jóslások már nem igazán érvényesülnek, legalábbis napra pontosan szinte biztos nem. Hát úgy biztos nem, de azért tartjuk magunkat ehhez a dátumhoz. A parkfenntartó is ezek után, a napok után ültetik igazából az egynyáriakat. Ő se szeretne kockáztatni ugye azzal, hogy esetleg tönkre megy a sok palánta. Nyilván ez az időszak az, amikor a közterületek megújulnak ilyen szempontból is, kertészeti szempontból. Mennyi munkátok van ezzel most? Hát most ugye, hogy említettük, hogy elég sok a csapadék, ezzel ugye igen csak megugrott a vegetáció, ugye a fű igen rohamosan nő, nőnek ugye a növények, a sövények, a cserjék, a fák is, ugye a fák ágai egyre jobban a levelesedés hatására lehúzódnak, így mindennapos alsógalyazási munkáink vannak adott esetben. Itt egyébként kérném a lakosságot, ugye van egy helyi rendeletünk, a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet, ami kéri vagy felhívja ugye a lakosok figyelmét arra, hogy az ingatlanuk előtt található növényzetet, ebben minden beletartozik, ugye a fű, a cserjék, sövények, illetve a fák gondozása az ő feladatuk. Így, hogyha az ingatlan... Az nincs mindenki tisztában. Igen, így, hogyha az ingatlanuk előtt ugye fák találhatóak, a fákat ő nekik kellene igazából rendbe tartani. Adott esetben, hogyha közlekedést zavaró ágak ugye az úttestre belógnak, azt igazából nekik kellene levágni, mert ez igazából egy alsógalyazás, nem sok minden szükséges hozzá. Vannak persze olyan bokrok is, amelyek sokszor kereszteződésekben akadályozzák a kilátást. Ez már azért nem feltétlen az ő kompetenciájuk, ugye? Ez is, mert ugye ez is az ingatlan előtt található. Persze van, hogy nekünk kell beavatkozni, meg segítséget nyújtunk, de azért ezzel a mi munkánkat is könnyítenénk, hogyha többen kivennék ebből a részüket. És hát ugye ez a város szépítésének is egy fontos időszaka, a parkosítás, ami ugyebár egy magasabb szintű kertészeti tevékenység már nyilván. Most vannak ilyen helyek itt a városban, ahol most ez nagyon fontos, a Kölcsey tér, vagy ugye készülődik a zsinagóga előtti kis terület megújítása is. Hogy álltok ezzel? Hát igen, örömmel jelentettem, hogy a Kölcsey teret befejeztük, részünkről teljesen kész van. Na, természetnek átadtátok. Igen. Igen, ugye elültettünk körülbelül 1200 cserjét, 220 fagyaltövet pótoltunk a meglévő sövénybe, ültettünk körülbelül 3000 évelőt, ültettünk 7 darab fát, ezek között van hársfa, tölgy, kőr is, és egy picike kis magnóliafa is. Remélyük. Ezek tartós, tartós fák. A magnóliát is reméljük, hogy tartós lesz. Nem lenne. Ezt fogadhatnám majd jövőre már. Igen, az gyönyörű háttér lehetne Ceglédnek. És ugye kikerültek már az utcabútorok, 10 darab padot,
8 darab szemetest tettünk ki, és kerékpártámaszok is kikerültek a térre. A kandelláber tartók majd a következő hetekben érkeznek. Fenyőkéreg borítást kapott igazából a terület nagy része. Igen. Füvesítettünk körülbelül 3000 négyzetméteren, és az egész téren automata öntözőrendszert építettünk igazából ki, megkönnyítve ugye a mi munkánkat is. Igen, nagyon szépen alakult az elmúlt hetekben ez a tér is. Nyilván még kell egy-két év valószínű, amikor a kertész is azt mondja majd, hogy na, én ezt képzeltem el körülbelül. Jövőre ugye? Már megláthatja. Igen, igen, mert a katolikus templom oldalában ugye tavaly ősszel készítettük azt az évelőágyást, és már most tavasszal is látszódik, igen, hogy gyönyörű lesz. Főleg, ha még virágzik is, bevirágzik, akkor pláne. Jött a csapadék tehát, és meglódult a természet. Hát nyilván ez nem csak a dísznövényekre vonatkozik, hanem másokra is, a kevésbé kellemes és kevésbé várt növényekre is. Hát akár a gazok, gyomok, gondolom ők is szerették ezt a csapadékdús időszakot. Igen, rengeteg a munkánk, nekünk is, a munkatársaimnak, és a park fenntartónak is. Elég nagy területet kell nyírniuk. Mi körülbelül olyan 200 ezer négyzetméternyi területet nyírunk. A park fenntartó még ehhez körülbelül 40 hektárra hozzájárul. Igen, emberséges feladat, küzdünk. Van, ahol másfél hetente nyírni kell a füvet, ugye a központi helyeken, központi parkjainkban. A külterületeken pedig egy évben olyan 3 alkalommal vagy 4 alkalommal tudunk nyírást végezni. És ugye arról, hogy időjárásra visszatérve nem volt igazán kemény telünk, ami nyilván a különféle kártevők, akár különféle bogarak, csúszómászók, meg a gombák szempontjából is azért tehát nem volt egy olyan időszak, ami hát irodalmas lenne ilyenkor télen, hogy ezek úgy egy picit megritkuljanak. Mennyi gondot okoznak most ők nektek, a kártevők? Hát ugye most a kártevők is hamarabb megjelentek, beleértve a szúnyogokat, ugye kedvez nekik a csapadékos időjárás, most ugye jön a meleg, pláne a szaporodásuknak kedvez. És igen, a vadgesztenyefák növényvédelmét vasárnap éjszaka végeztük, akkor jött a szakcég, és a kijelölt helyszíneken elvégezte a vadgesztenye aknázómoly elleni permetezését. Ilyenkor nem csak aknázómoly ellen permetezünk, hanem van a mixtúrába keverve gombaölőszer is, és lomtrágyát is kapnak ilyenkor a fák. Elsősorban ugye a központi területeken lévő faállományt védjük, ugye amit az önkormányzat ültetett, ugyanis van egy bizonyos keretösszeg erre a műveletre, és ugye be kell osztanunk. De hogyha lakossági igény van, és több évben megjelenik a kártevő adott helyen, akkor igyekszünk ezt is beépíteni a jövő évre vonatkozóan. Hát figyelünk, az a lényeg igazából. Reagálni kell. És ugye próbálunk minél több pénzt erre fordítani, de ez ugye a képviselőtestületünknek a hozzájárulása is szükséges, ugyanis ő fogadja el a költségvetésünket. Igen, igen. Hát a szúnyog őket is csípi, tehát biztos tudják, hogy, hogy a gyérítésre, ugye nem írtásról beszélünk, hanem gyérítésről, hát nyilván az írtás az egy teljes kipusztítást jelentene. Arról sajnos nem beszélhetünk, mert az nagyon mindig vannak túlélők. Igen. Igen, ezt viszont örömmel jelenthetem, hogy egy pár évvel ezelőtt megnöveltük az levédendő területet. Korábban 100 hektáron végeztünk szúnyoggyérítést, most már 200 hektáron végzünk szúnyoggyérítést. Ez leginkább ugye a városperem területeit jelenti, ahol vízelvezető árkok vannak, nádasos területek, a horgásztavak környéke, a fürdő környéke ugye. És itt kétféle, ahol jól érzi magát, és ugye szaporodni képes, vízfelület kell ugye neki. És igazából kétféle eljárással történik ez a szúnyoggyérítés, van egy hidegködös és egy melegködös eljárás. A hidegködös eljárást a fürdő térségében szoktuk alkalmazni, ez ugye nem jár látványos kötképzéssel, pont ugye a fürdő és a szálloda vendégeinek érdekében történik ez, az egyéb területeken pedig ez a melegködös eljárás.
Ami tulajdonképpen hatékonyabb is egy picit, ugye? Hatékonyabb, tehát igen. Be tud úszni, igen a ládas, meg a füves terés területre ez a köd. És ott kifejtheti a hatását. Részesen fogy a műsoridőnk, de beszéljünk még picit a játszóterekről. Egyre nagyobb szerepük lesz, most nyilván, hogy véget ér a tanév, majd akkor még jobban benépesülnek. Milyen készenléti szinten várják a játszóterek a gyerekeket? Mindenképpen egy fontos kérdés mindig a játszóterek léte. Ugye megkezdődik a szezon a játszótereken, ahogy jön a jó idő, már igazából áprilistól előszeretettel használják a játszótereinket. Idén több játszótéren is fogunk új eszközt kihelyezni. Fogunk a külső budai úton egy mászós csúszdás tornyot kihelyezni. Ez leginkább a kisgyermekek részére fog egy játékteret biztosítani. Ott nem volt még ehhez hasonló, inkább a nagyobb gyerekeknek volt csúszdás eszköz. Ezzel ezt is abszorváljuk, hogy végre egy ilyen kikerül. Akkor fog kerülni a Vörösmarty térre egy kötélpiramis. Ez igazából a 2 évestől a 14 éves korosztályig mindenkinek kielégíti a játékigényét. Minden játszó eszköz igazából a mozgásfejlesztés segíti elsősorban. Akkor még biztonságra is figyelni kell, ugye igen, most már komoly előírások szabályozzák ezt is. Ennek megfelelően a gumiburkolatainkat bizonyos játszótereken fel kell, hogy újítsuk, illetve le kell, hogy cseréljük a, hát olyan 10-12 éve épült ugye az új játszóterek közül az elsők. Itt a fajátszó tére gondolok, ha jól emlékszem, 2007-ben vagy 2008-ban létesült. Ott igen, csak előregedett már ez a gumiburkolat, és hozzá hasonló helyeken is ki kell ezt cserélnünk. Ez körülbelül 200 négyzetmétert jelent, ami költségben nem kis költséget jelent ez számunkra. Akármit lehet oda letenni, nyilván speciális anyagról van szó. Esési magasságot figyelembe véve kell ugye nekünk kiválasztani, hogy milyen vastag gumiburkolat kerülhet oda az adott helyre. Képlet mindenki kell számítani? Hát kell, rendelkeznek ugye ezek a gumilapok minőségi tanúsítványal, ilyenkor ugye a gyártó minősítés biztosítja, hogy ahhoz a az esés magassághoz az ő által a gyártott és forgalmazott gumiburkolat alkalmazható. Igen, sajnos muszáj, mert ugye ellenőriznek bennünket, a TÜV is ellenőriz, és a fogyasztóvédelem is. Hát meg a gyerekek, akik lepotyognak. Hát szerencsére nagyon nem értesülünk ilyenről, de előfordulhat bármi ilyenkor. Még néhány szót mindenképpen mondjunk a virágos ceglédi mozgalomról, nevezzük most így, hiszen ugye nemrégiben egy látványos mozzanata volt, láthatjuk itt a képernyőn éppen, a palánta osztás, ami egy nagyon fontos eseménye ennek a sornak. Ezek a palánták most nyilván kikerülnek a házak elé, és hát nem sokára mehet majd a zsűri, és bírálhat. Igen, május 9-én volt ez a palánta osztás, ami itt a képeken is látszódik. 5000 tő palántát osztottunk ki. A jelentkezés még mindig töretlen, körülbelül 127 jelentkezőnk van az idei évben. A nyár folyamán fogjuk majd ezeket a helyszíneket ugye lezsűrizni, azt követően ugye hozunk egy eredményt, aminek majd az eredmény hirdetése szeptember végén, október elején lesz a szokásos időpontban igazából, és még ugye két programunkba várjuk a jelentkezőket, még a gyerekeket továbbra is várjuk, igen, hogy rajzoljanak minél többet. Eddig még sajnos nem érkezett semmi, de mondjuk mindig a tanév végével szokott dömpingszerűen bezúdulni a nagy mennyiségű rajz. Ők június 14-éig adhatják le a jelentkezést, és még a konyhakert programban is várjuk június 15-éig a jelentkezéseket. Most indul a nagy üzem majd. Igen, ugye ők se tudtak nagyon palántákat szabadföldbe ültetni. A paradicsom, paprika most kerül ki a következő hetekben. Nem egy unatkozós időszak, egész biztos, de az a jó, ha minél többet dolgoztok nekünk, annál jobb, annál látványosabb és szebb és élhetőbb lesz. Cegléd, nagyon szépen köszönjük nektek is, és mindenkinek, aki ebben a munkában segít nektek, Edina, és jó munkát nektek. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőknek a figyelmet, köszönöm, eddig tartott a mai háttér. Nézzenek minket holnap is, viszontlátásra.